Kedves nézőink, most Aktuális kérdések című heti magazin műsorunk külön kiadása következik, melyben Marton János külügyminiszterrel készített interjúnkat láthatják. Martonyi János külügyminiszter az elmúlt napokban Tiszafüredre látogatott, előadás előtt interjú készítésére is lehetőség nyílt. Ekkor tettük fel kérdéseinket a magyar külpolitika irányítójának. Először is a magyar külpolitika főbb irányairól kérdeztük a minisztert. Hát a magyar külpolitikának egyik nagyon fontos prioritása, ahogy ezt szokták mondani, ez a keleti nyitás. Ez a keleti nyitás persze beleilleszkedik egy úgynevezett globális, tehát az egész világra kiterjedő nyitásba. Sokszor elmondjuk, hogy az elmúlt 20-22 évben azért nekünk döntően egyrészt a hazai dolgainkra kellett koncentrálni, másrészt a szomszédságunkra, meg hát az Európa integrációba akartunk bekapcsolódni, NATO tagok akartunk lenni, tehát lefoglalt minket ez a közvetlen környezet, illetőleg Európa, valamint az Atlanti Szövetségi Rendszer. És most úgy látjuk, hogy itt az ideje annak, hogy kifelé nyissunk, tehát nyissunk a világra. Miután a világba végbe mennek bizonyos nagyon nyilvánvaló folyamatok, ennek a nyitásnak a legfontosabb eleme az a keleti nyitás, tehát a kelet felé történő nyitás. Persze hát, hogyha már a földrajzi irányokról beszélünk, ez déli nyitást is jelent, hiszen éppen említettem mondjuk az arab országokat is. Egyébként van néhány afrikai ország is, amelyik nagyon látványosan fejlődött az elmúlt egy-másfél évtizedben. De hát ugye a súlypont Ázsia, Ázsiánál meg mindenki Kínáról beszél, de hát tudjuk azt, hogy Ázsia nem csak Kína, hanem Ázsiában van jó néhány más nagyon gyorsan fejlődő gazdaság, Dél-Kelet-Ázsiában különösen, de hát itt van India is. Tehát én azt hiszem, hogy egy természetes törekvése a magyar külgazdaságpolitikának, és ennek megfelelően a külpolitikának is, hogy ezekkel az országokkal erősíti a kapcsolatot. Hát ezt jelzik a magas szintű utazások, jelzik a gazdasági tárgyalások, egyre jobban jelzik a gazdasági adatok is, tehát a magyar kivitel egyes országokban nagyon szépen fejlődik. Itt van a dél-kelet-ázsiai országoknak a szövetsége, az ASEAN, ahol a kivitelünk 20-30-40%-kal növekszik, tehát, és reményeink szerint jelzik a növekvő befektetések is. Van jó néhány ilyen projekt, tudjuk, megvalósult már, illetőleg megvalósulóban van. Tehát én azt hiszem, hogy mindenféleképpen itt voltak éppen nem történik más, mint egy természetes folyamat, amit persze a politikának, tehát a kormányzatnak, a külpolitikának, meg a külgazdaság politikának a lehető legnagyobb mértékben támogatnia kell. Az azeri gyilkossal kapcsolatos magyar eljárás világpolitikai botrányt okozott. Martonyi Jánost ezekről az eseményekről is megkérdeztük. Van egy állandó magyar gyakorlat, és ez nem külpolitikai kérdés, ez egy állandó gyakorlata a magyar igazságszolgáltatásnak, hogy azokat az embereket, akiket itt magyar bíróság elítél végrehajtható szabadságvesztésre, azokat átadjuk a büntetés végrehajtása céljából annak az országnak, amely országnak ezek az emberek az állampolgárai. Ez egy töretlen gyakorlat. Nagyon sok, nagyon súlyos bűncselekmény esetén életfogytiglanra ítéltek például román vagy akár ukrán állampolgárokat, ezeket is átadtuk, minden egyes esetben átadjuk, de ismétlem, ez egy igazságszolgáltatási téma. Na most volt ez a bizonyos azeri gyilkos, ami hát egy meglehetősen súlyos eset, és én azt hiszem, hogy a közvéleményt ez is borzolta, hogy maga a bűncselekmény azért, hogy mondjam, nagyon finoman nem mindennapi, mondjuk így. Ezt az embert a magyar bíróság
megfelelő eljárás után 30 évre elítélte, illetve illetvétlenül elítélte azzal, hogy 30 év után bocsátható feltételes szabadságra. És ez az ember 8 évet le is ült itt. Az azeri fél folyamatosan kérte, hogy neki adjuk át ezt az elítéltet, mert majd ő végrehajtja az ítéletet. Persze erre nem volt hajlandó hosszú ideig kötelezettséget vállalni. Aztán bekövetkezett egy fordulat, hogy tudnélik, ők adtak egy írásbeli kötelezettségvállalást, hogy ezt az ítéletet ők végrehajták. Végre fogják hajtani, 25 év után bocsátható először feltételes szabadságra. Történt, ami történt, az illetőt a magyar hatóságok átadták, és ezt követően ugye az azeri fél azonnal szabadon bocsátotta, sőt meg is jutalmazta, előléptette. Na hát ebből lett a botrány. Én azt hiszem, hogy külpolitikai szempontból mi azt tettük, amit tenni kellett, tehát azonnal tiltakoztunk az azerieknél, jelezvén, hogy azért ez nem felel meg a megállapodásunknak. Én ezt nem keverném össze semmilyen mértékben sem a gazdasági érdekekkel vagy szempontokkal, mert ez egy teljesen más dolog, ez egy igazságszolgáltatási téma volt, mint mondtam. Aztán persze megjelentek a sajtóban különböző találgatások, a titokzatos 3 milliárd eurós vagy dolláros kötvény vásárlásról. Higgyék el nekem, mert egy szó se igaz, komoly talán egyébként is a dolog. De hát ilyen híresztelések mindig voltak, mindig is lesznek. A dolog lényege az, hogy itt egy állandó gyakorlatot követett a magyar igazságszolgáltatás. Nagyon sajnáljuk azt egyébként, hogy az azeri fél nem tartotta be ezt a kötelezettségvállalását. Azt meg én külön sajnálom, és sokan sajnáljuk, hogy az örmények ezt ilyen mértékben rossz néven vették, hogy felfüggesztették a diplomáciai kapcsolatokat. Jelenleg mi azon dolgozunk, hogy a magyar-örmény kapcsolatok helyreálljanak. Van egy nagyon értékes és fontos örmény közösségünk itt Magyarországon. Velük is természetesen beszéltünk és beszélünk erről. Általában van a világban egy örmény diaszpóra, amelyik nagyon fontos szerepet tölt be, ezt is tudjuk. Tehát én azt hiszem, egy fontos érdekünk az, hogy a magyar-örmény kapcsolatokat a lehető legrövidebb időn belül normalizáljuk, rendbehozunk. Nem könnyű feladat, de hát ez a dolgunk. Sokszor érezzük úgy, hogy Magyarország ellen rendszeresen és szervezetten indítanak támadásokat, keltenek hangulatot. Vajon milyen erők állnak a háttérben? Tettük fel a kérdést. Bő két évben a Magyarországgal szembeni támadások, ezt jól tudjuk, hogy nem egyszerűen felerősödtek, hanem rendkívüli mértéket öltöttek. Ilyen támadások, hozzáteszem, korábban is voltak. Tehát én átéltem ezt az elmúlt 22 esztendőt, nagyon jól emlékszem arra, hogy hogyan fogadta a nyugati sajtó és a nyugati politikai pártok egy része annak idején Antal József kormányát. És hogyan fogadták sokan mondjuk Antal Józsefnek azt a kijelentését, hogy ő lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnökének tekinti magát. Tehát a dolog nem új. Sőt, hát arra is jól emlékszem, hogy amikor ellenzékben volt a Fidesz, az elmúlt 8 esztendőben, hát bizony akkor is érték érdekes módon meglehetősen éles támadások a Fidesz és elnökét, Orbán Viktor. Nem olyan élesek, mint most, de kétség kívül ez egy olyan jelenség, amivel mi már elég régóta együtt élünk. Az is igaz, hogy ezek a támadások aztán, hát döntően a médiatörvény megjelenését követően rendkívüli mértékben felerősödtek. Elég sokat elemeztük már, hogy ennek a támadás sorozatnak, ami azért most már az utóbbi időben jelentősen megenyhült, mik voltak az okai. És több ilyen ok van. Tehát sosincs egyetlen egy ok. Az egyik ok, véleményem szerint, az ideológiai különbség. Tehát a baloldalnak, vagy az európai baloldalnak ezen belül bizonyos dolgok nem tetszenek, nem illik be az ő gondolkodásába. Nem tetszett neki például, és most se tetszik, az, hogy a magyar alaptörvénynek a preambuluma az hivatkozik a kereszténységre.
vagy netán szerepel a szövegben az Isten szó. Hát persze, hogy szerepel, mert idézzük a himnusznak az első sorát, Isten áld meg a magyart, ugye szegény Kölcsey Ferenc nem tudta még a 19. század első felében, hogy ez egy olyan kifejezés lesz, amit a 21. század Európájában legalábbis egyesek szerint nem szabad használni. Aztán külön kiemeljük a családot. Ezek mind olyan dolgok, amelyek bizonyos embereknek, köröknek, tényezőknek, akár politikai pártoknak nem tetszenek. Tehát van itt egy ideológiai különbség, ami egyébként nem csak nálunk van, tehát ma ezek az értékek, ezek máshol is sokszor hát támadást váltanak ki, de Magyarország esetében ez különleges élessége jelentkezett. Aztán van egy másik dolog, ami szintén lényeges, esetitok, hogy bizony a magyar gazdaságpolitika jó néhány érdeket bizony sértett, és nem is kis érdekeket. Ugye hát jól tudjuk, bevezettük a bankadót, bevezettük a különadókat, energia, telekommunikáció, kereskedelem, aztán ugye ott volt a magánnyugdíjpénztáraknak, az ugye a mögött is álltak bizonyos jelentős magán vagy pénzügyi érdekek, és még más eseteket is lehet említeni. A dolog lényege az, hogy ezek a gazdasági érdekek, ezek természetesen sértve érezték magukat, és megjelentek a médiumok szintjén is, sőt, megjelentek a politika szintjén is. Tehát általában véve ugye elég sok olyan tényező jelent meg, amelyek aztán mind összpontosulva eredményezték ezeket a támadásokat. De sose felejtsük el, hogy azért itt mindig volt és van egy pártpolitikai elem. Tehát az európai baloldalnak az egy nagyon fontos érdeke, hogy a konzervatív, kereszténydemokrata néppártokat lehetőleg minden eszközzel támadja, kritizálja, bírálja, mert hiszen az ő pártpolitikai érdekei ezt kívánják. Na most ebbe az egész folyamatban persze nyilvánvalóan döntő szerepet játszottak a hazai hangok, tehát a hazai kezdeményezés, hát ezt mechanizmust jól ismerjük, ez tart 22 éve, itthon valami beindul, és azt aztán kiviszik az ország határaink kívülre, ott felerősödik, és visszajön. És ez a legutolsó két év erre megint csak egy jó példa, hogy itthonról lehet gerjeszteni folyamatokat, ezek a folyamatok felerősödnek, majd pedig visszajönnek, és megjelennek külföldi kritikák formájában. Hát ez történik. Az előbb említettem, hogy az utóbbi időben ezek a támadások enyhültek, ennek is különböző okai vannak, nem részletezem, de a lényeg az, hogy nagyon sok kérdésben most már azért világossá vált, hogy a magyar gazdaságpolitika például jó néhány olyan lépést tett, ami helyesnek bizonyult. Való igaz az, hogy mondjuk például a bankadót bevezette már 9 vagy 10 más Európai Uniós tagállam, és ilyen úgynevezett különadók is, vagy válságadók is vannak máshol is. Még a magánnyugdíjpénztárakhoz is itt-ott megpróbálnak hozzányúlni. Tudnélik, válság van. Most már azért ez elég világos mindenki előtt. Egész Európa bajban van, az eurozóna is bajban van, tehát ebben a helyzetben bizony szükség van nem szokványos intézkedésekre is, lépésekre is, és úgy tűnik, hogy a magyar lépéseknek jelentős része az követőkre talál. Nem csak ellenfeleink, támadóink, hanem barátaink is vannak. Államok, politikai mozgalmak és a világ magyarsága szimpátiával nézik Magyarország erőfeszítéseit. Nyilván vannak itt azért rokonszenv tényezők is, tehát például amikor tényleg elég nagy volt a vihar, akkor nagyon jól esett nekünk mondjuk a támogatás Litvániából, nagyon jól esett a támogatás Lengyelországból, de jó néhány más országból is jött támogatás, ha már országokról beszélünk. De én azt hiszem, ennél fontosabb az, hogy mindenütt vannak barátaink. Tehát egyrészt vannak politikai barátaink, és én azért azt hiszem, hogy az európai néppártok nagy többségükben azért támogattak minket, az Európai Parlamentben is, máshol is. Tehát a mi politikai családunk, a néppártoknak a családja, azért azt nyugodtan mondhatom,
mellettünk állt, és mellettünk áll most is, az nem azt jelenti, hogy ők mindig mindenre azt mondták, hogy na ezt most itt tökéletesen csináltátok, és csak így tovább. Ők is adott esetben egy vagy két kérdésben bírálhattak is minket, de az egy egész más dolog, egy vagy két dologban azt mondani, hogy na hát ezt lehetne másként is csinálni, ez egy természetes dolog. Mint hogy mondjuk sértegetni és hamis torz vádakkal illetni egy országot vagy egy kormányt. Tehát a kettő között éles különbséget kell tenni. És ilyen szempontból én azt hiszem, hogy igenis bajba ismerszik meg a barát. Azért az világossá vált, hogy igenis vannak mindenütt barátaink. Egyrészt vannak olyanok, akik ugyanezt az értékrendet képviselik, akiknek ugyancsak fontos a haza, fontos a család, fontos mondjuk a vallás, és ezek azért a hangjukat is hallatták nagyon sokszor is. Egy dolgot szeretnék csak hozzátenni, hogy ami nagyon-nagyon sokat használt, vagy segített, azt kell mondjam lelkileg is, az a világ magyarsága volt. Még akkor is, hogyha a világ magyarsága nagyon sokszor nehezen tudta megjeleníteni a hangját a nagy világ médiumokban, mert az nehéz. De nagyon jól tudjuk azt, hogy nagyon sok országban, mondjuk Németországban, az Egyesült Államokban is, sok száz, sok ezer magyar írt adott esetben televíziós csatornáknak, vagy nagy újságoknak, hogy hát azért ez talán még sincs így, azért ez talán mégse kellene írni vagy mondani, mert ez nem igaz. Ezeknek a megnyilvánulásoknak egy része átjutott, egy nagyon nagy része nem jutott át, mert nem közölték, nem könnyű dolog, de minden esetre a kormány tagjai, magam is, nagyon sokszor éreztük ezt a támogatást. Tehát nagyon sokszor tartottam mondjuk valahol előadást, ahol nyilván megjelentek ezek a nagyon kemény, eltúlzott, torz bírálatok. És bizony sokszor nem nekem kellett ezekre azonnal válaszolnom, hanem az ott élő magyarságnak a képviselői szólaltak föl, hogy hát azért egy pillanat. Ez így talán nem igaz. Tehát éreztük azt az erőt, és ez egy nagyon fontos tanulság, ami a világ magyarságában rejlik. És ezért beszélünk ma egyre többet a világ magyarságáról, a magyar diaszpóráról, mert ez az eset is arra tanított meg minket, hogy ez egy hatalmas erő, nem feltétlenül mindig gazdasági erő, mert az emberek rögtön arra gondolnak, hogy majd akkor ezek segítenek minket, nem erről van szó. Ez egy lelki erő. És ez az összetartozás, én azt hiszem, hogy ez most az elmúlt két évben nagyon sokat erősödött. Összehasonlíthatatlanul nagyobb idegen szóval élve a kohéziója, az összetartozási érzése a világ magyarságnak, mint mondjuk 15 vagy 20 évvel ezelőtt.